Egy mondás úgy tartja, el kell veszned, hogy rátalálj a helyre, amire nem lehet. Különben mindenki tudná, hol van. Nos, ezt mi cések sem vettük túlzottan komolyan, ez mégis összefogott minket szorosan. Az egész akkor kezdődött, amikor közülünk szinte már senki sem emlékezett a helyre, ahonnan a tudás származhatott. Hiszen akkor már mindenki tette-vette a dolgát, dolgozott, programozott, kutatott, bíráskodott, kondizott, és még ki tudja, mit csinált. Egyik ember a másikkal nem igazán beszélt, és talán ez okozta a hibát. Még nem jött a mindent megváltoztató hír, hogy egy régi, de új ellenség uralma alá vonta a tudás régi helyét. Ez nem más, mint a legenda szerint kegyetlen és jégszívű vörös szakál, aki olyan gonosz, hogy még maga a pokol sem fogadja be. Szia, Roland! Képzeld el, össze szeretném szervezni a hajdani osztályomat, találkozóra, és egyszerűen nem sikerült. Ha tudnál nekem ebben segíteni, mert egyszerűen ki vagyok vonulva. Értetlen, hogy mégis csak azokat az éveket látom, hogy ide jártak. Se baj, van erre egy nagyon jó ötletem. Na, tudod, mit csinálunk? Kitálunk egy zseniális erőpróbát, titeket kell kiszabadítani. Mit szólsz hozzá? Szuper. Gyere, nem viszlek titeket a pincébe. Megköszönöm. És akkor majd meglátjuk, mi történik. Oké, okay, jó. Gyere. Jó. Gyertek csak, drágáim! Gyertek csak! Itt lesz az igazi erőpróba, igen? Jó, sötétben, mélyen, gyertek! Dehogyis, menjetek! Pedig innentől, vörös szakál vagyok! Drága baszakáim, mit láttatok a gömbbe? Belenéztünk a jövőjébe, és iszonyú a sötét dolgot várnak magára. Úristen, mi az az iszonyú a sötét dolog? Atya, Úristen, ezek megtalálták a térképet! Máté! Szia, Lili! Hossza! Ezer éve! Nézd már, mit találtam! Találtam egy térképet, alig tudtam összerakni, és nézd meg, ez olyan, mintha az iskola lenne. Igen. Hadd hívjunk fel Orsit. Jó, hívjuk fel. Hát, ha ő tudja, hogy ezzel mit kezdjük. Még ki tudja, lehet végén találunk valamit. Jó. Fel is hívom. Megyek. Orsi, csak azért hívnak, hogy képzeld el, találtunk egy térképet Lilivel, és olyan, mintha az iskola lenne rajta, és tudnál mit csinálni. Ha? Jó, van, akkor szólj Csabinak, hogy ezt meg kéne oldani, ezt a rejtélyt, hogy mi lehet, mert akár valami fontos dolog is lehet. Drága vasorú bábáim, ti is azt láttátok, amit én? Látja, kapitány, cések megszerezték a kincses térképet. Hé, tengeri pokol, ezt nem tűnhetjük. Úristen. Első tiszt, azonnal jöjjön ide. Igen, uram. A mocskos tengeri patkának a 14. célosztály. Megtalálta a térképet, most ezt látom. Azonnal megkeresni az összeset. Igen, azonnal. Ahogy? Nézzétek. Szerintem itt kellene lennie. Amúgy szóval is mindig ilyen helyeken tanyázik. Biztos, ő is egy kalúz. Talán tud nekünk segíteni megfelelni a térképet. Biztosan. Meg kéne keresnünk, elég nagy ez a hely. Nézzétek! Hú, ilyen kerekeket egyáltalán honnan szedsz? Na mindegy most, egy halaszthatatlan dolgom van, majd később beszélünk. Puszi! Emlékszel még a nevünkre? Nem. A sajátomra sem emlékszek. Nem, hogy még a másikra. Hát... Nem úgy tűnik, mint aki a helyzet magaslatánál. Olivier, meg kéne szereznünk a césektől a térképet. Itt vannak benne a kocsmába. Menjünk, vigyük el tőlük. Mi van, komám, jól vagy? Ebbe te ne szólj bele. Kalóz vagyok, azt csinálok, amit akarok. Úgy. Bánok az emberekkel, amúgy akarok, azt mondok, amit akarok. Neked ebben pont nincsen beleszólás. Mi van, komán? Te mered magad kalóznak nevezni? Az ilyenfajta emberek miatt, mint te pusztul ki a világának. Jaj, mert ilyen sok jót tettetek az emberiségért. Húzd fel a bébicipőt, kapitán! Ha ide figyelj! Szerintem lassan indulnunk kéne, szerintem is. Állj, adjad ide a térképet! Fusuk! Mi történt?
Elvitték Olivérék a térképet. Most hogy fogjuk megtalálni az X-et? Ez nem igaz. Gyerekek, teljesen mindegy. De van fotózva a telefonon. Nem jutott még eszétek be ez? Képzeljétek el! Szóltam Kismárton Ádám tanár úrnak, hogy segítsen nekünk felkészülni erre a nagy erőpróbára, amit ránk vár, úgyhogy már szerintem meg is érkezett. Na, kíváncsi vagyok el a 11. esekre, amit tudnak. Puhány banda. Jó napot kívánok! Hallottam, hogy szükségünk van rám, felkészítsen a társaságot, a nagy kihívását. Az első és legfontosabb, tessék fegyelmezetten dolgozni. Az első feladat, egységesen kell dolgozni, hogy azt jelenti, hogy guggolni kell. Érthető? Mennyi? És mennyi? Amíg azt nem mondom, hogy elég. Gyakorlat rajta. Egy. Egy. Kettő. Ja, elég. Ennyi hátrég. Szórta balagza be ezt kegyel. Zárterpez, ugrálunk. Nagyon fontos. A kizrácsaitok, keresztegen a rugásokat. Gyakorlat rajta! Egy! Kettő! Egy! Kettő! Elég! Talán lesz valami, gyertek közelebb! Megizzadtam! Jó! Osztály, vigyázz! Egészséget! Köszönjük szépen! Megtalált a térképet, itt van! Hát Google fordítóval lefordítottam, már nem tudtam, mi ez a nyelv. Én neked meg van? Kanulu nyelv. Igen, és az van ráírva, hogy Timi néni, a volt osztályfőnökünk, ugye, be van zárva a berzébe. És hogy nagyon-nagyon veszélyes az ördög. Nem szépen. Azt nem tudjuk. Szerintem meg kéne keresni a kulcsot is, Timi néni. Úgyhogy menjünk a berzébe. Menjetek előre, mert láttam, hogy van Lidány, és valami lefelé. Halálkapuja. 5 kérdésre kell válaszolnunk, hogy bemehessünk. Nem 3. Te. Ja, én mondom. Megállj, nincs bemeneted. 3 kérdésre legalább tudni kell a választ. Első kérdés, mi a hullaszagot adó anyagképletek? Hullaszagot? Hát, Zoli a király! Na hajnál a hát csajok, azt mondta nekünk Roland, hogy nem sokára itt lesz értünk az osztályjal együtt. Szerintetek már mennyi időt telt el? Nem tudom, de nekem már kivirágzott a frizurám is. Én? Tisztában megőszültem. Hát Roland, hogy meg sárgultál. Miért mennek? Nem tudom, de van egy ötletem. Itt van, hál' Istennek még nem merült le az akkumulátor. Mit szólnátok, hogyha felhívnám az isteneket? Jó, nem vagyok. Haló, Erika, hallasz engem? Jaj, de jó, drága, már 100 éve itt vagyunk a pincében. Nem vagy. Szükségünk lenne segítségre. Szólnál az isteneknek? Köszi, puszi, csácsumi csőtészta. Köszönöm.
kérdezzük meg a srácot. Itt jobbra fordultak és a folyosó végén. Köszönöm. Erre a folyosóra. Sokszor jártam már erre. Ez lesz az igazgatója. Igen. Mocskos kis tengeri patkányok! Ti mit képzeltek, hova mentek? Egész életetekben nem voltatok összetartók, nem még ez alatt a 4 év alatt! Most meg 12-ben még itt is hagytok! Ezt most a meg nem írt dolgozatokért! Szeretném állítani a videót, mert ebben az iskolában ilyen, hogy gyilkosság nem fordulhat elő. Visszaforgatom az időt, és azt javaslom, hogy a konfliktusban álló felek inkább sakkozással töltsék el az elsőbséget. Nyugodtan, fiatal kalóz, megérdemeled a győzelmet. Innentől kezdve összetartóan vagyunk és egy csapat. Ennyi, szabadítsuk ki Tibi négyt! Tehát ezzel a kis történettel a cések rájöttek, hogy mégis összetartónak kell lenni, és a széthúzást legyőzték. A szemmisi véget ért, menjünk a képével. Amúgy is mindig itt tanyázik. Nem a belte. A térképe. Ki fognak vezetni minket? Bilincsben. De beszöktünk ide az éve. Én azt hittem, hogy megkérdeztük amúgy jöltünk ebben. Megkérdeztük.